Annyi dolgot azért el kellene előzőleg mondanom, mielőtt elmondom, kiegészítés, nem kiegészítésként, mert Lajos elmondta, Kantor Lajos elmondta, hogy a sikertelenség valóban lehet tört egy pillanatig, de utána, mikor elővettem a kéziratot újból, akkor is nekiindultam újból, úgy, ahogy kell, alapon, egyre inkább hálás lettem a kiadónak. És most, hogy a könyv végre napvilágot látott, igazán neki köszönhetem azt, hogy olyan lett, amilyen. Lehet, hogy én csaptam be legjobban magamat. Eszter nem ígért semmit. Én sem mondtam semmit. Nekem úgy tűnt, mindennél többet mond, hogy ott van velem, bokrétálja a kalapomban, hírleli mindenkinek együvé tartozásunkat. Mit mondhattunk volna még el suta szavainkkal, annál többet, amit az ujjaink összefonódása elmondhatott? Van egyáltalán helye ilyenkor a szavaknak? Nekem minden gondolatomat kiszorította az elvárás gyötrelme. Csak várakozás volt az út, mikor tűnik föl rajta az autóbusz. Jöjjön már, vagy ne érkezzen meg soha. Ebben a felemás állapotban az sután kavarognak a gondolatok, csak az ismeretlentől való félelem nem tágít percre sem. Túlságosan sok mindent hallottam leszerelt fiúktól ahhoz, hogy ne szabadulhassak a félelemtől. Mert nem tudtam úgy románul, hogy ne végig észre másságomat. Dac és félelem kavargott a mellemben. Tudtam, hogy az a legkevesebb, ha bozboroznak, vagy ezzel azzal vegzálnak, román kenyeret eszel, de arra sem vagy képes, hogy megtanuld az államnyelvét. Tehát ettől a félelemről nem beszélhettem Eszternek. Nem beszélhettem volna senkinek. Pedig jaj, hányszor hallottam aztán, ameddig rá nem formálódott az idegen szóra a szám. De annyit mindenképpen meg kellett volna kérdeznem tőle mégis. Megvársz. Azt hittem, kezére fonódó ujjaim erről faggatják. Hiszen gondolatban mindmuntalan föltöttem ezt a kérdést, és válaszoltam is rá. Valamiért biztos voltam a válaszában. A szeme, a mosolya, ujjainak a görcsös kapaszkodása mindez kiabálta. Megvárlak. A kaszárnya koklában aztán akár meg is esküdtem volna rá, hogy ezt megkérdeztem. És azt mondta, igen. Szüksége volt erre a bizonyosságra. Nem csak ott, az autóbuszborsra várva, de végig az úton, aztán a kaszárnyában azt tartotta bennem a lelket, vár rám. Szavaknál, egyességnél, szerződésnél nagyobb valami kötött össze bennünket. Hihetetlen erőt és nyugalmat adott. Mit érdekelt, ha borzboroznak vagy rám támadnak? Pedig egy darabig nem is jelenthettem, mi történik. Nem tudtam volna összerakni a szavakat. Amikor mégis megpróbáltam végül, a főhadnagy is rám vigyorgott. Á, nem tetszik a román katonaság? Talán Budapesten ízletesebb a koszt. A reggeli raportor rászólt ugyan a borzborozókra, az egyenlőségről, a nemzeti kisebbségekről, együttélésről, a szocialista méltányosságról beszélt, de valahogy félig gúnyosan, félig mosolyogva, inkább összekacsintva velük. Ezután lett igazán pókol az életem. Este a állóba nekem rontottak. Szóval árulkodsz, jelentkezz a főhadnagynak, besúgó vagy. Sokszor már ott tartottam, hogy otromba bajonetemet beledöfem valamelyikbe. Szerencsére később leszoktak rólam, és idővel elfelejtették, hogy miféle vagyok. Különösen azután, hogy a legszájasabb fiú, egy moldovai, aki valami rossz hírt kapott otthonról, az éjszakai őrségen agyonlőtte magát. De hát akkor még rendesen jöttek Eszter levelei. És tudtam, hogy vár rám. Volt mibe kapaszkodnom. Ez volt a legfontosabb. Amikor leszereltem és hazajöttem, ezért éreztem úgy, hogy Eszter becsapott. Ezért gyűlöltem, mikor felfogtam végre, hogy mindennek vége. A becsapottság kesemény állat gyűlt meg a számba.
de gyűlöltem magamat is. Miért nem volt annyi bátorságom, mint annak a moldovai fiúnak, amikor apadni kezdtek, vagy elmaradtak a levelek. Iszonyatosan rágott a gyűlölet. Gyűlöltem őt is, magamat is. Aztán szégyenkeztem, és azzal mentegettem magamat, őt taszított annak az anyámkorú asszonynak az ágyába.